NFL döntője következik pillanatokon belül, érkeznek majd a kapitányok a pályára, jön a pénzfeldobás, tehát minden körítés olyan, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Mondanám, hogy állandó nézőink, de ugye lassan két esztendeje nincsen már egyetemi amerikai futball a Digisport képernyőjén, de akik emlékeznek még azon közvetítéseinkre, azok kedvéért elmondjuk azt, hogy Magyarországon is az egyetemi szabályrendszer szerint játsszák majd a mérkőzést. Picit rövidebb időintervallumon belül, 4x12 perc a játékidő, futóra és állóra jellemzi. Itt is az amerikai futballmérkőzést igyekszünk majd kedves nézőink számára a lehető legvilágosabban jelezni azt, hogy éppen aktuálisan mi történik a pályán. Nyilvánvalóan a tengeren túli megszokások azok hiányozni fognak. Vonalazni sajnos nem tudunk, tehát a ilyesfajta problémáink azért még akadnak. De ismerve a kollégáinkat, a következő amerikai futball közvetítésen tuti, hogy mindenféle vonal és ESPN közvetítés lesz ma. Az biztos, hogy már most töri a stáb a fejét, hogy ezt legközelebb hogyan fogják áthidalni. Kiremetesen felkészítek a fiúk is, nem csak mi, és nagyon izgatottak ők is, hogy akkor ezt most hogyan öntjük formába a kedves nézőknek, de tényleg visszatérve Krisztóf mondandójára, azt gondolom, hogy ha már valamit követünk, meg másolunk, akkor miért ne a legjobbat, és ahhoz próbálunk közelíteni, és azt gondolom, hogy ez is mindenképpen üdvözítő itt a Honi Szövetségtől, és egyre tényleg jó úton haladunk afelé, hogy szépen lassan a köztudatba a magyar-amerikai foci is beszivárogjon. Ugye sajnos nem hallottunk mi magunk semmit, de majd úgy is látni fogjuk, hogy mi a történés. A Cowboys megy majd itt a képernyőnkön. Jól látom, akkor balra jobbra. Visszaoldást választotta a Miskolc csapata. Először legyen nálunk a labda, ha már egyszer jó a támadósorunk, nézzük meg, hogy mennyire tudjuk megdolgozni a liga legjobb védelmét. A kezdő csapatokban nagy meglepetés nincsen sem egyik sem másik oldalon. Jó, Esil Jordan Troy Rice duóra érdemes felhívnunk a figyelmet a Miskolc oldalán. Jordan az irányító, Rice a legjobb elkapója. Meglátjuk majd, hogy Rice-hoz eljut-e a labda egyáltalán. Itt a helyi speaker most mondja azt, hogy nem biztos, hogy az ő kezébe oda fogják rúgni majd a labdát. Na nézzük, milyen rúgás lesz ebből. Nem lacapacáznak, bevállalják Rice-t. Na nézzük. Jön vissza Rice, keresi a réseket. El is tud menni ott két ember között, de aztán azt követően már 36 yardos vonal környékén a saját tér feléről kezdheti majd meg a Miskolc az első támadás vezetését, fennállása első AFL döntőjében. A 21-es Ogunji volt az, aki nagyszerűen érkezett fél magasságba Rice-hoz. Azt látni lehetett, hogy azért Rice 3-4 embert átvert, mire ketten el tudták kapni. Ettől függetlenül Cowboys bevállalta, nem mentek onside kickre, úgy voltak vele, hogy csak egy döntő, na. Hazai pályán itt nem fogunk lacapacázni, ez milyen pszichológiai antré lenne, hogy egyből onside kickre nyitunk. Akiket mindenféleképpen meg kell említeni, itt a Jordan Rice duo mellett az aggódt sarkadi Károly, Felipe Antonio és Csulik, ők a falemberek, ők védik majd a sztárokat. Rögtön egy gyönyörű védekezés, különös erővel viszik földre Troy Rice-t a budapestiek. Két yardot buktak? Igen. Nem többet, nem. 36 környékén voltak, most a 29-esnél vannak, akkor ez sokkal több. Itt láthatjuk a Cowboys védelmét. Tibulszra érdemes figyelni 79-essel. Egészen elképesztő számokat tud ebben a szezonban a légiós. Az gyönyörű úgy. Meg is van Rice-nak a labda. És még hozzá elejtette a labdát, és megvan a Cowboysnek az első labdaszerzés. A legnagyobb ász hibázott a miskolciaktól. Még egy pár yardot szeretett volna
hozzá csippantani ahhoz, ameddig eljutott. Demeter Ádám a 34-esre nem véletlenül fogadja a gratulációkat. Ő volt az, aki kivarázsolt a labdát, ha minden igaz. Rice kezdő, kicsit túlszínezte Rice, úgy volt vele, hogy most már a nehezén túl vagyok. Jó a passz Jordan-től. Nagyszerű az elkapás, itt lerázza magára Ogunji. És ott van, nem 51-essel volt az a Cowboys-ből. Harsányi Tamás. Igen, Demeter volt, aki rávetődött a labdára. Nagyszerű csapatvédekezés volt ez így. Na akkor megismerkedhetünk a Cowboys támadó egységével. Vári Tamás és Cirok Márton duója jól működik. És ott van Csepper Kávó Péter, az egyik Bayern magyar-amerikai futball világában. Amióta amerikai foci van, szerintem az ő nevét azt lehet hallani, olvasni. És mindig elég jó formában az öreg. Megbízható, rutinos játékos. Ezeknél a rövid yardos szituációknál még mindig nagyszerű. Második és hét jön majd. Nem úgy kezdődött ez a Miskolc számára, hogy azt eltervezték. Pedig több volt, mint ígéretes. Megtalálja Csirókot Vári. És megvan a first down is. Két védő is lecsúszott Csirókról. 22-esen Richardson. Nem tudta megcsinálni ezt a szerelést. Így jutottak extra járlók Csiróknak. Kalandos karrier az övé is. Megjárt a tolnát, Baranyát, mire elismerték az ő tudását. Sokáig Bencsics Márk mögött padozott, aztán lett belőle irányítóból elkapó, és most már abszolút elkapóként számítanak rá. A legjobb támadó játékosa lett a ligának idén. Hoppá, Csepper Kálló lép meg. Csepper Kálló első két futása nagyszerű. Most már az inkább erős, mint gyors kifejezést tudjuk használni Csepper Kállóra. Volt viszont egy szabálytalanság. Támadók hibáztak. Megismételjük az első kísérletet. Matuska Dávid. Kár ezért a fogásért. 15 yard. A Matuska is. Hát ez az igazi hátulütője a falemberségnek. Lehet, hogy letudsz úgy egy karriert, hogy soha nem volt nálad a labda. Viszont életedet és a véredet adod a sztárokért, úgymond. És a hibák azok rólad szólnak. A Cowboys-t éreztem mozgásnak. Ezt beszélik meg a játékvezetők is, hogy kihibázott. Ilyenkor is például áll az óra. Láthatjuk, hogy négy zászló is a pályán. Mennek vissza. All-Star offense 50-es számú játékos. Izgul a Cowboys is. Mégis Farkas Géza volt. Ugye a másik az a fegyelem. Megrigyelte Matuskától ezt a 15 másodperc hírnevet. Én is akarok egy büntetést. Travelsiának nem fog örülni. Első és tenger sok. Ugye 20 yardos van, amíg kellene eljutni. Csepper Kállót elcsítik. Nagyszerűen olvasta Város. 50-essel. Szépen dolgozott a védőfal, Csepper Kállónak ott nem jutott terület. De hogy a sárga zászlók miatt folyamatos első kísérletei voltak itt a Cowboys-nak, úgyhogy még mindig csak a második kísérlet jön. De nagyon a futásra rendezkedett be a miskolci védelem. Most jön egy passzjáték. Jónak tűnik. Nincs zászló. Én is vártam volna, de nem reklamálja a Kábel sem. Jönnek vissza a fiúk. Szabó Martin jó védekezése volt ez így. Kis Robertet szerette volna megjátszani az egyik rutinos elkapóját. Pici kéz volt, de... Egy döntőben elfújunk be ilyet, nem igaz? Én is így vagyok ezzel. Egy komoly férfi a küzdelme ez. Tényleg nem volt reklamálás.
harmadik kísérlet. Harmadik és 24, ha jól számolom. Hopp. Már rossz volt az, aki bemozdult 50-essel szerintem. De viszi tovább a játékot. Cabrales. Az a kérdés, hogy kérik a büntetést, és megpróbálják-e újra, vagy mi itt a verdikt. Offside, defense, 50-es számú játékos, az Antonio Dantas de Lira Barros. Hívjuk Felipe-nek, Felipe. Felipe ezt most túl lelkesedte. A harmadik kísérlet, de még mindig 19 yardot kéne, vagy kellene előre haladni a budapestieknek. Észnél kell lenni a Miskolcnak. Életlen passzjáték jön, így is van. Vári. Beleáll a dobásba. Jó, Az jól tűnik, az igen, Richardson. Hogy jött Richardson? No, bocsánat, Renato, összekevertem. Richardson volt. Na, akkor jó van. Tényleg, Richardson 22-es. Akkor örülök, hogy nem nézted. Megnézted a Cowboys-nek a csapatát? Mit néztél? Lányos zavaromba. Miért tetszett a szerelés, hogy jó volt nagyon. Ez szép volt Richardsontól. Pant jön. Ez egy jó 51 néhány yardos mezőnygól kísérlet lehetett volna. Felkecsett a Miskolci! 54-essel Strahinja Grujic volt az, aki addig integetett, amíg lenyelte. Ezt a hulló falevelet. Meghúzta ezt most a Miskolc. Hát meleg süti volt. Becsületére mondjam, Grujic összeszedte. Bizony. Azonnal megy az elemzés. Mi nem volt jó. Travelszi mester rajzolgat. Egész pontosan a két zártó nem hiányzott. Azzal olyan helyzetbe sodorta magát a Cowboys, ahonnan nem volt már visszahújt a számukra. Jöhet megint a Miskolc. Az első támadás építésük az gyorsan leomlott. Nem volt túl acélos, így is fogalmazhatnánk. Nagyon szép, tudtam, hogy ezt elsütöd. Persze. Jordan passza jó. Benson elkapása. Könnyű elkapás ez Bensonnak. Demeter állította meg. Első és 10. Megvan az első olyan alkalom, hogy 10 yardot tudott legalább előre venni a Miskolc, hogy pici nyugalmat adhat nekik. Jordan, neki rengeteg ideje van. Jó a passz. Jó, bizony ott két ember volt egymás mellett, Leon Milisevicé az elkapás. Ha ennyi ideje van, Jordannek akkor a passzai halálosak. Ezzel mindenképpen kell kezdenie valamit a Cowboysnek. Egyelőre jól kezeli a Steelers támadó fala Alex Sibos. Ő lehetne az, aki oda férkőzhet Jordanhez. Neki még interception testdánya is volt, már mint Sibosnek az évben. Ő ugye a 79-es. Egyelőre Barrossal találkozik, aki megint nagyon szépen megállította. És Jordan elhagyja! Így alapta marad a Miskolcnál. Hop-hop-hop. Itt balattunk német, tűnt egy kicsit túl keménynek, nem repül rá az ászló. Magyar jó védekezése volt ez. Gyönyörűen ütötte ki a kezdő a labdát. Nem, harsány volt, bocsánat. Gyönyörűen csinált a harsány. Második és 8. Még mindig nem jutott át az ellenfél tér felére.
a Miskolc, majd most Jordan. Gyönyörű! Rice az elkapó. Pedig ment vele a védője, 29-essel. Agyemam. Egy lépést késett Rice-ról, ez elég volt Jordannek. Megtalálja kedvenc célpontját. Most már remek pozícióban a Miskolc. Yardra a célterülettől a Steelers. Ott nincs hely. Megint elhagyja Jordan a labdát. Dadog a Laszti itt a mai napom. Nagyon jól kapirgálnak ott Steelers támadói közül kilépve Dribbleszék, azonnal mennek a labdára. Második és 10. Nekem Benzom. Itt van Dribbles. Négy elkapóval a Miskolc. Benson. És megint Demeter. Ügyesen lábra ment a kicsi. Ahogy az kell. Kollégáink értik ezt a játékot, nem véletlenül mutatták meg nekünk Bensont. Még mielőtt Jordan indult volna, lehet, hogy ismerik az acélosok játékait. Egy-ketten bérletesek Miskolcon, ezt beszél. Őrült brigád, úgyhogy kinézem el őket simán. Jordan. Az most nem jó. Mögé ment egy kicsit a passz. Igen, itt a passz volt az, ami nem sikerült olyan jól, mint ahogy azt Jordan tervezte. Igen. Elsőre. Eddig passzai sokkal pontosabbak voltak, ez az első hibája gyakorlatilag. Nehéz lett volna ez. Igen, pedig itt jó messze volt. Talán Demeter meg? Igen, Demeter volt, ő a párja Bensonnak. Való igaz, ha ezt összeszedi, akkor megvan. Annyira figyelnek szerintem Rice-ra és Rice oldalára, hogy Benson itt nagyon vígan. Így van. Lubickolhat. Ez egyértelmű taktikai húzás Száraz Zsolt vezetőedzőtől. Rice-t erőltetik mindenáron. Van még ügyes elkapó Benson személyében. Na és akkor most mi lesz majd a döntés? Ugye 2 yard hiányzik. Negyedik kísérletre. Ha neki mennek, akkor el kell dönteniük azt, hogy ezt a 2 yardot meg tudják-e futni, vagy passzolni, mert ha nem, akkor a labda birtoklás joga átkerül a Cowboys-hez. Vagy rúgnak esetleg egy mezőnygólt. Pont itt fedett részen vagyunk, úgyhogy nem tudom, hogy a szél az honnan dolgozik. A Steelers-e jellemző ez a bevállalós hozzáállás. Én azt gondolom, hogy megvitatják, és utána neki mennek. Persze innen kibicként nekem semmi se drága, de én azt gondolom, hogy ezt a 2 yardot lehet, hogy Jordan rábízzák. Mi lennénk a legrosszabb negyedik kísérlet mutatóval rendelkező edző? Ezt meg kell csinálni. Fontos, sok-sok döntővel kapcsolatban mondtuk azt még az NCAA közvetítések alkalmával, kedves nézőinknek, hogy nagyon fontos egy-egy meccsnek a pszichológiája, egy-egy szituációt hogy reagálsz, nem mit válasz be, mit nem, hogy mit sugárzol az ellenfél felé. Miskolc most acélosságot sugároz. Na nézzük, Jordan túljut egy Tribbleson, ha úgy alakul. Az jó elkapás! Hú, ez bravúr volt! Gyönyörű ott volt játék. Ugyanis a védő. Patrick Agonji ott volt emberén, de ez nem igazán zavarta a Steelers játékosát. Nagy Donát volt az. Igen, 95 novemberében született. Amiről beszéltünk, fiatalság. Valószínűleg a sztárokra figyeltek inkább.
a fővárosiak, Donát pedig nagyon ügyesen első megmozdulás. Nagyon nehéz elkapás volt. A megmozdulás az parádés volt. Kellene, itt most viszont pontosan passzolt Russell Jordan, az ismerjük el. Másképp nem lehetett. Jön Tribbles, bajban Jordan, eldobja, oh! És Rice még mindig talpon! Hihetetlen, hova dobta be Jordan, ott maradt a és földön. Most a földre. Ott maradt Rice. Egyébként Jordan a földön, Tribbles még megdolgozta ott a passz után, nem mozog jól, Jordan húzza a lábát, de ez a passz ez zseniális volt. Ez a hiba volt a Steelers védekezésétől, nem figyeltek. Bocsánat. Szerintem átengedték. Cowboys védekezésétől. Nem figyeltek Rice-ra. Szerintem átengedte Tribbles-éket. De Rice-ról nagyon teljesen megfeledkeztek. És most nem ejti el a labdát Rice, mint tette azt az első támadásvezetés alkalmával. 10 yardra a célterülettől. A Miskolc Steelers az első vidéki TD lehet ez a HFL döntők történetében. Szervezkednek a budapestiek. Német Bencét láttuk itt egy pillanatra. Jordan föllövi Pensonnak, az nem jó. Na, kemény találkozó lett volna azzal a vas szerkezettel. El is találta Penson. A válvédő mentette meg. Operatőr kollégánk itt veszélyben volt. És csak... Hát ott, ott levállalta. Kemény volt, túldobta őt most Jordan, úgy volt vele, hogy inkább kiemeli magasan, ne legyen rövid, Demeter gyorsabb, apró termetű, inkább túldobja, Benson hátra elkapja, de nem jött be elsőre. Reméljük, hogy nincsen komoly probléma, ez majd holnap nagyon fog fájni Bensonnak. Igen, most az adrenalin túljutatja a fájdalmon. Érdekes, egy futójátékot még nem nagyon láttunk irányító futáson kívül. Na tessék, itt az irányító futás. Néhány yardra jó lesz. 6 yardra lesznek nagyjából. 3. és 6 a touchdownért. Itt viszont már a mérkőzés elején lehet, hogy érdemes rámenni, ha nem sikerül igazán jól az 3. kísérlet a mezőnk volt. Azt mondod? Persze. Legyen fönt a pont, tudod, mindig ezt mondják. Az első negyed után felnézel az eredményezőre, akkor... Jól mutat a három is? Jól mutat a három is, igen. Főleg úgy, hogy nem te vagy a favorit. Ez igaz. Időkérés. Szerintem a Cowboys. Igen. Trabelsz mester valamit kifigyelt, és azt jobb lesz, hogyha átbeszéli a fiúkkal. Nagy valami huncut, borsodi meglepetés legyen. Egy-egy időkérést lőtte eddig a két szakvezető. Ebben is egál egyelőre. Kérdés, hogy meddig? A két csapat nyilvánvalóan nagyon jól ismeri egymást, függetlenül attól, hogy a legutóbbi találkozásuk óta azért vannak új arcok Miskolci oldalon. De ettől függetlenül... Igen, a játék filozófia az változatlan maradt. Tehát megvan a Miskolcnak ez a fajta nyílt sisakos támadójátéka. Azért, mert cserélődtek benne puzzle darabkák, az alapvető sémák nem változnak. Éppen ezért érezte úgy Trabelsi mester, hogy ezt most muszáj átbeszélni, mert erre nem biztos, hogy fel vagyunk készülve. Ennyit megér ez az időkérés. A kolléga mellettünk kisúrt a Rice sisak nélkül. Legutóbb Bensonnál ez bejött. Na, ez így van, jó pénzért eladjuk a külföldi kollégáknak. Hú, gondold el, mi pénzt kaszálnak vele. Demeter átmegy a másik oldalra. Most nem ő, Benson párja. Igen, most Agyemam védi Bensont. Ugyanaz a játék. Ez az megvan! Az megvan! Ide ügyesen csinálta ezt!
ezt gyönyörűen csinálta most Anthony Jerome Benson. Egy picit dadogott a labda, olyan Dennis Rodman-es önmaga felé pöckölős volt. Tovább pöckölte, az alatt a védő lepottyant, ő pedig hogy tudta, hogy hova megy az a labda. Összeszedte bravúros mozdulatot, megint Jordan passza volt, kiváló, ami mindezt megalapozta. Na és akkor nézzük Jónás Mátét. 98-as születésű. Nincs még 18-as rendő sem, hova? Ribbles volt, aki megindult, mint egy hatalmas gőzmozdony. Offside, defense 79-es számú játékos megfelelő távolságot. Try kísérlet következik. No, nagyon sok mindent nem lehetne megfelezni. Nem 20 yardról jön majd az extra kísérlet, hanem 18 és félről, 19-ről. Az jó. 7-0-ra vezet a Miskolc Steelers. Nagyszerű támadó drive volt ez. Nagy Donát elkapása volt szerintem a kulcs. Igen, egyértelmű. Ott negyedik kísérletnél a fiatalember helyén voltak az idegei, meg a keze. Meg itt ez a Benson féle elkapás. Nagyon ügyesen csinálta. Pedig áthozták rá a Demeter helyett Agyemant. Érezte a Trabelsz, hogy ez lesz, igen, de hát az atlétikus képességeket nehéz kompenzálni. A TD szerzője. Benson el van látva a rugókkal. Igen, csak hogy a Miskolc kosárlabda csapat esetleg az NBA-be nem akarja leigazolni, mert Drahos Gábor barátom, föl is hívom. Hát az a baj, hogy Drahi szerintem szereti annyira pattogtatni saját maga a labdát. Ja. Jobb, ha nincs még egy olyan igazán nagyon labda igényes játékostárs. Hát lehet, hogy neki csak föl kéne löbölni, és bezsákolná maga. Jó, da dribli. Hoppá! Jónak tűnik. Bizony. Szerintem kilépett Agyemán. Szerintem. Van egy sárga zászló is. Na erre kíváncsi leszek majd ismétlésben. Mint hogyha rálépett volna a vonalra. Hú, de kellett, hogy Rice itt a utolsó, utáni pillanatban még megérkezzen. Vég nagyot kapott szegény. Húha, ez nagyon fájhat Vég Imrének. Akarjuk mi ezt látni? Véte Agyemant. Ő miatt volt meg az a folyosó, ha jól láttam, már mint Vég miatt. Reméljük, jól van a térd. A visszavadás során Block in the Back, visszavard a csapat 51-es számú játékos. 10 yard büntetése szabálytalanság helyétől. Az Tamás hibázott a Cowboys-ből, nem itt a sérülés volt a szabálytalanság. Nézzük azért meg azt, hogy egyrésztről mit történt véggel, másrésztről hol volt a szabálytalanság. Itt van, hogy Agyemán elindul. Nem lépett ki. Centiken múlott, de nem lépett ki. Rice-nak kellett szerelnie. Igen, a végén. Ott volt egyébként Harsányi szabálytalansága. Hátulról lehet, hogy jobban fogjuk ezt látni. Ott van, Harsányi szabálytalansága. Ott kapta meg Vég. Oldalról, atya ég. Erre nem számíthatott. Ez rettenet. Oldalsó szalagok. Fú, szegény. Jobbulást Végnek. Pocsék snap. Azonnal földön Ári Tamás. Idegesebb a Cowboys szerintem. Nem erre számítottak. Nem is csak az, hanem ők a favoritok, nekik kellene dominálni. Ahogy kezdtek, az remek volt, de utána jöttek a hibák. Az a két büntetés is nagyon fájt. Most van egy sérülés is. Momentumuk nem volt. Igen. Vissza kell szedniük magukat. És mindig, ha van egy momentum, például Agyemán visszahordása, akkor van valami butaságot útközben. Sokadik zászló ez már fegyelmezetlenség miatt.
Hop. 73-assal. Barna Miklós volt az. Nem beszélik a sporik. Kíváncsiak, hogy ők is úgy látták-e. Dead ball foul, full start, offense, 87-es receiver játékos a jobb oldalon, 5 yard büntetés után első kísérlet. Hú. És most még no, úgy is érezhetik, hogy még a sporik is ellenünk vannak. Mondjuk az, hogy az elkapó bemozdult, azt szerintem ott a nagy medvét nem igazán zavarta meg. Ilyen térlátása irányítóknak is keveseknek van. Igen. Takás volt az minden esetre, aki még hátrább küzdette a csapatát. Második és 20. De rossz. Nagy mázlia volt itt Várinak, hogy nem fordult igen, meg a védő. Milosevic. Bizony, a sarkára ment a labda, vagy a vádliára. Nem számítatott rá igazából, de tényleg a sokadik érzéke megfordul, akkor ez nagyon csúnya interception, megúszta ezt Vári. Kidobósban remek volt, a kezét találta el Milosevicnek, ha jól látom. Nézd? Igen. A jobb mancsát lőtt el. Az egyik utolsó támadás akció következik itt a az első negyedben. A harmadik és 20 továbbra is. Cseper Kálló és egy futójáték. Ebből punt lesz majd. De könnyen lehet, hogy majd csak és kizárólag a következő negyedben. Nem tudom, hogy pontosan mennyi idő van még hátra. Ez is speciális itt Magyarországon. Egy játékvezetőnél van óra. Jön a pánt, jön a pánt. Jön, bizony. Ez egy sokkal jobb pánt, mint az előző volt. Jónak néz ki. Az nem rossz. Saját 19 yardosonáról jöhet majd a Miskolc Steelers. Egyelőre momentum sincs a hazaiaknak. Cseper Kálló szorványos futásai azok, amik valamit mutatnak a csapatból. Ennél sokkal több kell, és akkor most nem árultam olyan óriási titkot a kedves nézőknek. És akkor most ért véget az első negyed. 7-0-ra vezet a Miskolc Steelers. Eddig remek a HFL döntő, és mondhatjuk azt, hogy alakul a meglepetés itt a BVSC pályán. És akkor jön Szednak Zita kolléganőnk, hogyha minden igaz, és hogyha tudunk egy picikét, valami belső információt a sérülésről. Igen, ott voltam, amikor Vég Imrét éppen ápolták a mentősök, és azt mondták, mindenképpen azt tanácsolták neki, hogy ma már ne menjen vissza a pályára, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő már nem fogja tudni segíteni a kábelt, ugyanis a térd szalagja sérült meg, és mint a mentősök elmondták, már korábban volt ilyen sérülése, ezért tanácsolták neki azt, hogy ne menjen vissza a pályára. Egyébként itt voltam a játékosok mögött a miskolci társadalmnál is, és elég feszült volt a hangulat. Bánfi nagyon látszott, hogy ez egy komoly meccs, és nagyon megterheli itt a ventilátornál, egy kicsit le is hűtötte magát, úgyhogy várjuk, mi lesz a folytatás, Kristóf fiatok. Köszönjük szépen a belső információt, nem véletlenül alkalmazunk Zitát sem, ott van a fűz közelében, ahogy kell. Hihetetlenül figyel minden egyes rezdülésre Zita. A nagyon rossz hír, hogy korábban volt már ilyesfajta sérülése végnek, nem mint hogyha ez egy olyan sérülés lenne, ami a első alkalommal jön, akkor ne fájna, de igen, a térdnél ez folyamatos rémálmot jelent egy-egy sérülés után, hogy akkor mikor lesz megint, és hát ebbe a játékba, ebbe a pozícióba ez sajnos mindennapos. Közben Bensoné volt az elkapás, és megint Demeterrel van ő párban. Egyszer nem volt vele Demeter, abból társadal lett. Érdekes döntés volt az. Travelsziéktől. Picit jobban bízott szerintem Agyemanban pedig, de mert nem fogta rosszul. Nem, abszolút. Tehát yardokat nem nyert az elkapás után Benson egyszer sem.
Szép testsel volt Milosevic-től. Ő ugye oda visszajátszik, mármint Milosevic a Steelersben. Német Bence jött elsőnek. Kicsit kibillentette Milosevicet az egyensúlyával, és addig odaértek a társak. Itt jön Milosevic, meg volt a hintacsa, egy kicsit megcsúszott. Német elkapta, egy picit lelassította, és utána volt meg a szerelés. Mit találtál Arturom? Semmit, figyelem itt a paksamétákat, meg próbálom megtartani az asztalunkon, mert kezd föltámadni a szél, úgyhogy külön karmunkával tudjuk itt megtartani a papírosokat. Szembeszélben dolgozik most a Steelers. Jordan, az kockázatos. Benson magyaráz, és addig magyarázott, amíg megkapta az ászlót. Hát, nem tudom. Demeter ment vele. Jordan kicsit tartott Demetertől, túldobta Benson, biztosan biztos alapon. Leesett a labda, Benson hisztizett egyet, jött az ászló. Ilyesmi volt, amit láttunk a Cowboys elkapójánál. Pass interference, defense, 34-es számú játékos, 15 yard büntetés, first down. És ugye? Hát, nézzük csak. Igen, ilyen kontakt sem fér bele. Igen, szabálykönyvileg lefújható, amit Demeter csinált. Csak kicsit későn jött ízlésvilágilag nekem az ászló. Igen, tehát amikor Benson elkezdett tellegetni, akkor utána... Így van, akkor furi, hogy ment az ászló. Ez jogos, egyetértünk. Ha azt ott egyből kiszúri a spori, és azt mondja, hogy ez nem fér bele, akkor repüljön az ászló. Egy utólag kicsit neccesnek tűnik, de teljesen mindegy, mit mondunk mi. Azt számít, amit a bíró fúj. Jordan megint. Gyönyörű volt a passzsel, aztán kicsit megcsúszik. Nyakát is húznia kellett Jordannek. 51-es Arsányi Tamás majdnem leszette sisakostul a fejét Jordannek. Az biztos, hogy nem szabad, hogy elvigye a hív a Cowboys játékosokat. Most érzek rajtuk egy pici frusztrációt. Nem állnak jól. Zászlók sorát kapják. Igen, Zita itt célzott rá, hogy itt a kispacsem volt boldog, nem így tervezték ezt a döntőt eddig. Megúszta ezt most itt szerintem. Harsány, Harsányi, igen. Ott elkapja a sisakot, de rosték, fú, de jó, hogy nem kapta el. Közben előttünk azt lehet látni, hogy a támadó egységnek magyaráznak a Cowboys edző. Miből meg Jordannel? Az nagyon kockázatos volt. Jordan gyorsan eldobta. Úgy volt vele, hogy nem szórakozom, szóval jó döntés volt szerintem. Megúszta így, különösen jó döntés volt. Már ugye nem a zsebben volt ilyenkor, akár ki is dobhatná. A harmadik és öt jön szerintem. Nagyon szépen dolgozott karral most Harsányi. Lőjött bele a labdába. Ez most Harsányi védő megmozdulásainak a sorát hozó akció. A harmadik és ötnél. Milosevic. Pedig ott volt. Már szerintem azt nézte, amit mindig szajkózó minden egyes kézzel játszott sportágnál, hogy akkor hova megy tovább, hol jön a védő. De a legfontosabbat a labda átvételét nem csinálta meg. Az elkapható volt, nem, Kristóf? Ez Benson vagy Rice lekapja a levegőből. Ennél Benson TV elkapása sokkal nehezebb volt. Az egyértelmű. Nem mondom, hogy nem láttunk ennél jobb paszt amerikai futballpályán, de ez az elkapható labda kategória nálam. Fontos, nálam is. Jó a pánc, úgy, de milyen jól pörög. A saját 9 yardos. 8-es, 9-es, igen. 9-es. Vonaláról jöhet majd a Budapest Cowboys. Kiváló pánt volt. Jó. Jó volt benne a pörgés. 86-os a Dicsék, meg Szabó Roland volt az, aki elvégezte.
Nagyon nehéz helyzetből kell kijönnie megint a Cowboysnak. Kellene valami egyéni villanás. Ha már egy csapatként annyira nem megy, most kellene valamelyik egyéniségnek megvillanni a Cowboys-től. Egyelőre a Vári Cirók duóból semmit nem láttunk. Egy jó megmozdulásuk volt, azt is zászló miatt visszavitték 15 yarddal. Nagyon szép. Bizony, nincs meg még a first down, de két yardra vannak ettől. 86-ossal hozta össze Boros az elkapást. László. Jó játék volt. Kaptak most itt útravalót Váriék. Igen, és az lehet egyébként fontos, hogy amit mondtál, hogy a hidegvér megmaradjon, meg nem kell belemenni őrültségekbe, tehát rengeteg idő van még hátra. Ez teljesen egyértelmű. Véletlenül vannak itt a döntőben, hazai pályán. Nyugodt alapjátékokkal kell tartani egy kicsit a labdát, hogy legyen az is náluk. Igen, fáradjon egy picit a Miskolc védelme. Megy a lopakodás nagy erőkkel. Itt a Lamarék lépegetnek előre. Gyönyörű. Megérte lopakodni. 54-esre ért oda szerintem Strahinja Grujic. Igen, és utána befejezte a melót Orosz Dénes. 92-essel kalodába fogta Vári lábát. Szörnyű Grujic. Pont időben indult Grujic. És ott hatszorítja. Orosz el nem engedné. Kiváló védekezés. Még a rettenetes snap volt egyébként. Csoda, hogy ezt Vári összeszedte a bokájától. A második ilyen. Hát tényleg, egy jó, két rossz. Egy jó, két rossz. Ez a mai napon a hazai csapat. Harmadik és öt. Vári. Vári még mindig. Elállítják Várit. Pantolnia kell szerintem a Cowboysnak. Kocsis nézte. Vári nem merte oda tenni neki a labdát, utána szétesett a játék, és ott már Baraszék jöttek. És itt két yard hiányzik ugyancsak negyedik kísérletnél, de annyira közel vannak a saját célterületükhöz, hogy itt nem fér bele az, hogy eladd a labdát, el kell ezt pántolni. Vagy? Na. Vagy? Na, előhúzni a zsákból egy jó kis trükkös játékot. Hát. Valami tréfálkozós, nem pánt. Most nem annyira tréfálkozós. Strabelsen is? Szerintem nem. Nem, most kicsit ilyen éljünk túl. A saját 45 yardos vonaláról indulhat a Steelers. Egyelőre az amerikai futball lényegét, mert hogy azon kívül, esetleg vannak új nézőink, hogy jó nagyokat ütközzünk, meg szerezzünk társadalmokat, ez a területszerzésről szóló játék, és ebben a tekintetben is jobban áll a Steelers nálam. Abszolút, abszolút. Teljesen dominálják ezt a mérkőzést, mind elő, mind hátul. Egyelőre a Cowboysnál nagyon komoly bajok vannak, nem véletlenül minden egyes csapatrésze, most már minden egyes edző foglalkozik és nyomja a hegyi beszédet, hogy valahogy a lelket rázzon a fiúkba. Szerintem nagyon várják a fél időt, hogy kitalálják valami újat, mert ez így megy tovább, nem lesz meg. Fal emberek kapják szerintem most az UKS. Új, de szépen volt, sajátjának futott neki. Még mindig talpon, de aztán most már földre viszik. Ilyen 5-6 yardot buktak ezzel. 77-esen aggódt Péter volt az, aki megcsinálta a munkáját ott. Utána már nem számított arra, hogy az irányító elindul, és pang! Pont beleszaladt. Nem, három yardot buktak ezzel a játékkal. De így is kár érte, de Jordan gyönyörűen menekült volna. Második és 13. Rice és Benson figyel, Rice elindul. Hoppá, az korai éreztem, ez jó ítélet. Ez jó ítélet volt. Ez hiába reklamálják, ez kiváló ítéletnek tűnt. Ez így élő szemmel
annak tűnt. Igen, egyesen Németh Márton jött keresztezni. És szerintem úgy érezte, hogy Rice el fogja vinni ezt a labdát. És egy ütemmel előbb érkezett oda, mint hogy a labda megtalálta volna Rice-t, és ugye akkor ott már nem lehet hozzányúlni az elkapóhoz. Ez szerintünk kiváló ítélet. Nézzük csak. A kollégáim biztos megmutatják. Biztosan. Megvárjuk még a játékvezető ítéletét. Defense, defense, egyes játékos, defense, automatikus first down. Itt van még egyszer. Hát, korai, nagyon korai volt az Némettől. Egyetem. Célra 15 yard, első kísérlet. 43 yardra vannak a célterülettől. Közben Pozsony és Vári gyakorolgatnak. Mondani, hogy mennek össze-vissza a labdák. Pozsony nem nagyon találja el Várit. Pedig egy centernek ez alapfeladata. És nem volt az igazi. Az viszont egy nagyszerű játék a Steelers-től. És egy nagyon strapabíró mez. Arra felé. Szabó Dániel. Lett futóból elkapó. Manapság már még itt Magyarországon is egy jó futó, ügyes kézzel is. Bizony. És sok célpontot használ egyébként Jordan. Nagyon. Nem csak a légiósokra támaszkodik. Ez azért főleg Benson és Rice felé mennek a labdák, de, jó, de olykor-olykor beveti a magyar haderőt is. Fontosan megosztja a védekezés. Amúgy is elég szerteszét lévő figyelmét. És tényleg egy passzán kívül az összes remek volt Jordannek. Az nem jó. Demeter. Jó védekezés. Demeter jól játszik, nagyon. Pozsonyi és Vári befejezték közben itt a saját maguk kis előadását. Itt pedig még egyszer Demeter jó védekezése. Kiválóan jött. Benson tudja, hogy ez ott volt szinte a kezében. Igen, magára mérges, egyértelmű. Picit korábban csukta össze a mancsait, mint kellett volna, ezért nem halt el a labda ott, ahol azt gondolta. Harmadik és öt. Jordan, ezt előnek kell csinálnia. Ezt meg kell csinálnia. Gyönyörű. Ez így megvan, ez így megvan. Harsányit még becsaptott a végén Jordan. Jordan nagyszerűen játszik egyre a mezőn legjobb, szerintem. És ezt majdnem elrontottam, hogy veszül Jordan. Ott volt egy pillanat, amikor megtorpan. Hezitált, nézzük, igen. Kedves nézőink. Ott az a pillanat, az nem kellett volna, ott harfenyítól, mint a megijedt volna, ezt ugyanezzel a lendülettel végigfutja, az életben nem éri utol. Itt egy passz, itt, és itt egy picit megtorpan, nem tudta eldönteni, hogy akkor harfenyít merről. Lendületből megkerüli harfenyít, akkor még tovább jut, de így is megvan az első kísérlet lehetősége, teljesen mindegy. A játék minden elemében felülmúlja egyelőre ellenfelét a Steelers, ők nyugodtak meg először. Kérdés nem fér hozzá, egyre nagyon egy oldalú a döntő, és tényleg hízelgő rájuk nézve, hogy csak 7-0. De várjuk meg ezt a drive-ot, hogy mi lesz a vége. Jó blokkokat kap Jordan, úgy... Jött ott keresztbe az egyik elkapója, 81-esen nagy Donát. Ővé volt ugye ez a nagyon fontos a negyedik kísérletes elkapás. Törzsek Tamás kell megdicsérni, 50... 8-asra ő volt az, aki fölvette nagyot, itt. Mellé nyújt meg egy picikét. Ez olyasmi volt, mint amit nem kapott el Milosevic. De ugye Milosevic az egyik nagyon citomázott légiós, nagy pedig a tehetséges magyar elkapó. Második és 10. Ez így szembeszélben még mindig nem mezőny gól távolság szerintem. Jó blokkot kapott Jordan, az gyönyörű. Na, nagy egyből javít. Úriember kétszer egymás után nem hibáz, és nagy talpik. Úriember. Ifjú korá ellenére.
az úriemberséget nem lehet elég korán elkezdeni. Rajtunk még ez a szép öltözék sem segít, de hát mindegy. Mi már későn kezdtünk. Rettenet szép öltözékünk van. A 43-at kitől úgy nyomja a lábamat, hogy ki vagy az. De a tied? Hát én oda tettem, ma is a szettet. Hát igen. Egy döntőnek megfelelően. Élmény öltöztet. Ennyi tágra nyílt szemet, mint amit a kollégáktól kaptunk, ahogy megjelentünk. Életük nagy pillanata volt ez. De Digi is karrierükig biztos. Időkérés közben. Picivel kevesebb, mint 4 perc van már csak hátra, amennyiben hihetünk az órának. Az órára visszatérve, hogy az egyik játékvezetőnél van óra. 3 perc 33 másodperc van még hátra, tehát hogy nincsen itt a stadionon belül külön óra, amiből láthatnák a kedves nézők, vagy amiből mi tévések tudnánk dolgozni. Szerintem legközelebbre azt is megoldják a szervezők. És nagyon bízom benne, hogy ez a vihar ez elkerül bennünket. Az nagyon nem jönne jól. A szél feltámadt, az ég nem néz ki különösebben jól, bár hozzateszem, hogy ezen a héten, meg a múlt héten a Szigetországból közvetítettünk tenisztornákat, az egész héten ilyen volt, és volt, hogy napokig nem esett. Csöndesek a hazai útrák. Ők nem az útrák. Tom Brady is eljött. Ó, Rodgers is itt van. Meg nagyon csinos borsodi jányok is. Van egy nagyon komoly útrám, ami nem magasztem. Én láttam, igen, ő a 12. ember. Ő nagyon kemény. Harmadik és 2. Vajon ezt is meg tudja oldani a Miskolc? Travels itt ketten fogják, Jordan bajban. Hát ebből lehet venni! Hát ebből mi lesz? Kiszedi össze! Aj, a Cowboys! Ekkora hiba volt ez Jordantől. Atyaig addig fényeztük, amíg egy ekkora hibát. 65-össel Arató Miklós. De mit szoktál mondani gyakorlatilag? Dob ki fiam a pályáról? Ha persze. Kapjunk büntetést? 10 yardosat? Ez a hírnév átka. Úgy volt, hogy még ezt is megoldom. Gertek. Jó lesz az. Húj! Nem lett jó. Semmiből, tessék. Itt a momentum. Ez az amerikai foci. Ott jött 13-as a magyar csanád. Tőle nagyon megijed Jordan. És utána ezt a, nem is tudom. Egy ilyen rutinos játékost, egy ilyen kacska mozdulatot. Cseperkáló. Izomból nekiugrotott mindenkinek 2 yardért. Hát, rendben van az öreg az izomban. Igen, újítgatja Kondi bérletét Cseperkáló, az egészen biztos. Tudja, hogy nem kell kenyörődni, hogy hosszabbítsa meg. És már villanyfényes a mérkőzés, jelentjük. Megint Cseperkáló itt, most az egy komolyabb futás. Akkor egy zászló. Richardson volt? 22-es? Igen, Richardson, igen. Hú! Zászló, megyünk vissza. Nem igaz, ez hihetetlen. Cirók legyintgetett itt. Hihetetlen, összes komoly játékoknál elveszik. És jogosan veszik el. Oh, 70-es számú játékos. Megismételjük a kísérletet. Cseri Zoltán volt, 70-esen. Ott, az volt. Nagyon jó vezetik egyébként ezt a Forika meg. Nagyon jó. Az nagy mentés Richardsontól persze. Ott van, későn engedte el Cseri az előtte lévő embert. Van terület előtte.
35 yardra a célterülettől a Cowboys, és 2 yardra az első kísérlet. Megint Richardsonnak kellett kisegíteni. Szépen keresztezett, ha már labdarúgó elvé. Igen. Na végre, jó játék. A védők azért elszúnyókáltak. Itt van, már nem tudom, hogy merre kolbászolt, de... Arra van a hotdogos pult, szerintem megcsapta az orrát. Lehet. A friss adag. Cseperkával meg is futja, ahogy kell. No! Az első olyan szituáció, amikor mentálisan egy pici törést kap a Cowboys, és mégis marad náluk a labda. Two minute warning, negyedből hátra lévő idő, 1 perc 58 másodperc. 1 perc 58 másodperc van még hátra. A nagy szünetig. Most is azt mondod, hogy csak ponttal menjünk be a öltözőbe? Ez a fontos? Ez a filozófia? Ahogy most a Steelers védekezése ezt mutatott meg, itt az elmúlt két alkalommal. Meg kell csinálni. Ezt itt CD-ig kell vinni. Richardson visszalép, passzjátékra számít. Vári, bajban! Na, ott nem lesz helye, ott nem lesz helye. Kispál, akkor jön egy sörrel. Vári, nagyon komoly sörrel jön. Kispál, hogy nézem, nem egy sört iszik csak. Teljesen méretileg. Mindegy, 76-os, nagyon jó évjárat. Óriási mentés volt Kispáltól. Nagyon jókor, jó helyen ott ment. Figyeld, jaj! Júj! Hány nem ezt is elrontották. 54-es Grujic volt az, aki addig ütötte, verte Vári kezét, amíg kikaparta a gesztenyét, csak azt végül is tudták összesedni a többiek. Cseperkáló. Cseperkáló. Rá lehet számítani. Igen, de azért jön ám Richardson. Ott a Cseperkáló komoly erőben van. Eszméletlen jó játszik egyébként. De tényleg ő a stabil pont, még jelenleg két ilyen. A támadó MVP van, komoly hallgatóság van, vagy hallgattagság van, inkább így mondom. De más a hallgatáson kívül nem jut neki. Így van. Richardson az ő ember, a többiek nem nagyon bírnak vele egyelőre. Richardson is lejár a kondival, mit csinálj más Miskolcon? Hát múzeum, könyvtár, magyar nyelvtanfolyam. De azt nem. Hamar megunja, hogyha talán harmadik kísérlet. 9 yardot kell menni. Hopp, hopp, hopp! Sárgazásunk van, de szerintem ez... Ez most védőhiba lesz. Ez védőhiba volt szerintem. Védőhiba lesz. Egyszerű játék volt egyébként, amíg várjuk az ítéletet. Kis Robert az, aki mosolyog, teljes joggal, 23-as volt, aki elkapta ezt a labdát. Kupak Tanács. Az elkapás gyönyörű volt. Az ítéletet. Side, defense, büntetést az offense nem kéri. Down. Igen, tehát akkor utólag azt a bemozgást, amit előkérés. Mennyi idő van még hátra? 7 másodpercet hallottál, vagy 10? 10. Egy játékra van még idő. Egy gyors passzjátékra szerintem. Ez nagyszerű volt. Ez nagyszerű volt. Kovács Máté volt ott a védő, 25-össel. Kisegítény lett, de megmondom férfiasan, nem láttam. 23-as volt az, aki lemaradt a 23-asról. 25-ös szerintem Kovács Máté. Igen. Jónás Máté. Egy passz kísérlet fér bele. Itt észnél kell lenni.
Kocsis Péter van itt hozzánk közel. Vári, föllövi a labdát. Rövid volt. Egyet még megúszott Vári, ezt most már nem. Szabó Martin. De nagyon rövid volt ez a passz. Kiválóan olvasta Szabó Martin, hogy mit fut be. Kocsis. De föl sem kellett szinte ezért ugrani, de azért föl kellett. És így ér véget a magyar-amerikai foci finálé első félideje. 7-0 a Miskolc Steelersnek. Kocsisnak nagyon rövid volt ez a passz. Gyönyörűen kapta le a levegőből Szabó Martin. Egyelőre minden úgy alakul, ahogy ezt a Miskolc Steelers eltervezte fennállása első HFL döntőjén. Mi pedig majd jövünk vissza természetesen a második félidővel. Mindenkit arra bíztatok, hogy ne menjen messzire. Szára Zsolt, azt gondolom, hogy elégedett lehet a játékosaival. Lehet tartani ezt a kőkemény védekezést a folytatásban is? Nagyon bízom benne, hogy nem fogunk elfáradni, és ugyanez a kemény védekezésünk, ami egyébként nem volt jellemző ránk az évad folyamán, kijön. Én mindig mondtam, hogy ki fog jönni egyszer. Én nagyon bízom benne, hogy a döntőbe fog lesz ez, és most ezt tartani fogjuk. Hát akkor úgy tűnik, hogy a legfontosabb pillanatban is nagyon nagy extázisban vannak itt a játékosok. Látszik, hogy mindenki együtt él a játékkal. Jordan még itt nyugtatgatni is kellett nagyon. Nyerni jöttünk. Mindenki nyerni akar ebből a csapatból, és nyilván ez átmegy a lent lévő játékosokon, és nem csak a pályán lévő játékosokon. Vannak hibák, ki kell küszöbölnünk, mert azért voltak döcögős részei a mérkőzésnek. Ha a második fél időben az defenzünk ugyanilyen erősen fogja tartani az ő offenzüket, akkor én úgy gondolom, hogy akkor meg lett ez a mérkőzés. Ezek a momentumok kellenek a győzelemhez, amit itt a végén is láttunk? Mindenféleképpen. Én úgy gondolom, hogy Szabó Martin az egyik legnagyobb tehetségű játékosunk. Én még a junior szezonban is játszani fog az idén, illetve jövőre már lehet, hogy felnőtt válogatott lesz. Mindenféleképpen kellenek az ilyen megmozdulások, és én bízom benne, hogy kitartunk a következő fél időre is. Sok sikert kívánok hozzá, meg akkor egy kis pihenést addig a játékosoknak. Közben várjuk Karim Trabeszt ide, addig Rádonyi Kristófék. Na hát akkor számunkra nincsen szünet, állandóan dolgoztatnak bennünket. Mindegy. Ez az élet, itt az operatőr kollégák is dolgoznak, nem tudom, hogy Karim Trabelsi érkezik-e, hiszen szerintem Karim Trabelsi eligazítást ad. Igen, ő is dolgozik. Úgyhogy majd akkor lesz interjú, amikor ők is befejezik a munkát. Egy kicsit mi is pihenünk, és aztán utána jövünk vissza a második félidővel.